2008 volt az egy olyan komolyabb változás, amikor akkori barátnőmmel, azóta feleségemmel eldöntöttük, hogy elkezdünk komolyabban foglalkozni a szőlővel. 2012-ben jött egy újabb váltás az egyetem után, hogy elkezdtem dolgozni a Gívesi Pincészetnél, Szentgyörgyhegyen, és mellette elkezdtem komolyan építeni a saját birtokot. Akkor ugye a fél hektárból a közel 10 hektárnál járunk, Szentgyörgyhegyen pedig 14 hektárnak a művelését vezettem. 2014 óta bioművelésbe átállítottuk. 2016 óta ez hivatalosan bejelentett ökogarancia által minősített szőlőket jelent. Két éve, amikor megfiatalodott a Nyíregyvölgyi hegység, akkor úgy éreztem, hogy itt van egy kis dolgom fiatalként, részt kell venni a közösség építésébe és a helyi eredetvédelmi rendszerek kidolgozásába. Első és legfontosabb eredményünk, ami most már eredménynek mondható, mert azóta eltelt másfél év, hogy a nem termő és elhanyagolt ültetvényeket elkezdtük felszámolni. Hát a Balatonfüred Csopaki Bordvidéken működő Riesling generációnak vagyok alapító tagja, és a tavalyi elnök újraválasztás és vezetőségválasztás óta benne vagyok a vezetőségbe, az elnökségbe. Nyilván közös kóstolókat szervezünk, amellett akár a szőlőbe is próbálunk egymásnak segíteni, hogyha másiknak ilyen-olyan gépre van szüksége, vagy bérmunkára, akkor most már egyértelmű, hogy a körön belül egymást hívjuk. Tehát ez nagyon jól működik, és a gyakorlatot nem lehet kihagyni, tehát nagyon fontos, hogy az ember ne csak az egyetemre járjon, hanem mellette csinálja az ültetvényeket, és gyakorlatilag a szőlőtől vigye végig a munkát, mert egy igazán jó borász az valamilyen szinten jó szőlész is kell, hogy legyen.